Köszöntöm a Dél-Dunántúli Híradó nézőit a Magyar Televízió Pécsi körzeti stúdiójából. Jó napot kívánok! A Bundestag, a német szövetségi parlament CDU-CSU frakciójának 6 tagú delegációja járt a hétvégén Magyarországon. A képviselők felkeresték a Bajai Német Nemzetiségi Oktatási Központot és a pécsi Lénau-házat is. A Lénau-házban a magyarországi, illetve baranyai német közélet vezetőivel folytattak beszélgetést. Angelika Pfeiffer, a delegáció vezetője elmondta, hogy a magyarországi németek helyzetéről kívánnak tájékozódni. A német szövetségi bel, illetve külügyminisztérium ugyanis évente több mint 2 millió márkát juttat magyarországi német létesítményekre, azok berendezésére, kultúrcsoportok támogatására, németországi vendégtanárok alkalmazására, de orvosi műszerekre és sok egyébre is. E pénzösszeg rendelkezésre bocsátásáról évről évre először a Bundestag dönt. Így küldöttsége most arról kívánt személyesen meggyőződni, hogy azt mire költötték, illetve hogy mire lenne a jövőben szükség. Vasutas nap 98 címmel idén is megrendezték az immár hagyományos sportnapot a PVSK pályán Pécsett. A Pécsi Vasutas Művelődési Ház és a MÁVRT Pécsi Területi Igazgatósága az egésznapos rendezvényen a hagyományokhoz illően gazdag programmal várta dolgozóit és a nagyközönséget a 48. Vasutasnap alkalmából. A Pécsi Vasutas Koncert fúvózenekar térzenéje köszöntötte a résztvevőket a Széchenyi téren, majd a PVSK pályán folytatódott a program játékos vetélkedőkkel és műsorokkal. Megtudtuk azt is, hogy 44 Pécs környéki vasutas dolgozó vehetett át különböző kitüntetéseket és dicséreteket az elmúlt héten. Igyekszünk is olyan programot összeállítani, díjakat is, természetesen ezek a díjakban azért benne van a kis humor ismételten, tehát vonzóvá tenni ezeket a rendezvényeket a vasutasoknak, családtagjaiknak és a nagy közönségnek is. Nem túlságosan szerencsés dolog, ha egy felvezető szövegben sok szám hangzik el, most azonban erre van szükség. 50 mázsa hal, 950 bogrács, 10 000 adag halászlé. Szombaton ismét megrendezték a halászléfőző népünnepét Baján. Volt olyan versenyző is, aki kalocsai módon főzte a hallét. Tésztával eszik ugyanúgy, csak ez kicsit erősebb lesz, és ez 25 percig fél. Még a bajai, ha nagyon jó csinálja, az 50 percig fél. Én komolyi vagyok, és örömmel jöttem el, mert a barátaim meghívtak, már másodszor vagyok itt, és ilyen jó hangulatú rendezvényen nem tudom, hogy mikor voltam utoljára. Egy évvel ezelőtt Baján. Én Baján voltam katona, édesapám Baján végzett a kereskedőiskolába, erősek a bajai kötődéseim, a barátom itt kollátani bajai, úgyhogy meg lehet tanulni. Ez a világ egyik legjobb ötlet, ez fantasztikus, szóval ez végre egy olyan összejövetel, amiben nem türemkedik be a politika. Szóval amikor az emberek úgy egymás közt úgy beszélgetnek, hogy egy normális társadalomban illik, vagy kell, és a politikának semmi köze. Remélem, ezt meg tudják őrizni, ezt a hagyományt. Én azt szeretném, a 2000 bográcsban rotyogna itt a hal, Bajaváros főterén, és mindenkit vendégül láthatnánk, aki szereti ezt a várost, és örömmel jön ebbe a városba. A tűzijáték után hajnali 4-ig tartott a főtéren a mulatság. Fesztivál a művészet és a gasztronómia jegyében címmel 3 hétig zajlott az a rendezvénysorozat Pécsett, amelynek reméljük jövőre folytatása lesz. A Báb Fesztiváltól az utcazenéig, a Nemzetközi Néptánc Fesztiválon keresztül a kiállításokig nagyon sok művészeti ág és gasztronómiai élvezet ökölsütés vacsoraest kínálta magát együtt. A pécsi felső sétatér például a borok, jó ízek és a néptánc színhelye volt. A legtöbb embernek nagyon tetszik a dolog, de a város önmagában nem tud egy ilyen rendezvény sorozatot megtölteni, és a külföldiek még egyre igen szerény létszámmal képviseltek, itt magukat vannak, de hát az idegenforgalomban nem úgy megy ez, hogy meghirdetünk 2-3 hónappal előtte egy monster sorozatot, az úgy megy, hogy egy évvel előtt kellene nagyon pontos adatokat, időpontokról, fellépőkről, nem csak előadásokról, az elkészítendő ételekről kiadni valamit, mert akkor tudnak az utazási irodák szervezni.
Zenés szórakoztató programmal tartották meg a hétvégén az 5. Harkányi Fürdőfesztivált. A fesztivál a hagyományokhoz illően mazsorett és fúgó zenekar kíséretében az Ördög bevonulásával vette kezdetét. Az idei szezont felújítások, átalakítások egész sora előzte meg. Végre kezd fürdő lenni a fürdő. A közepéről sikerült eltávolítani azt a sok csúnya kabint, ami volt, és egy gyönyörű nagy színpad és napozó van a helyén. Ezen kívül pedig ki tudtunk törni abból a lemaradásból, amit egy 6-8 éves stagnálás okozott a fürdőben. Az egész gondolkodás módja a fürdőnek az, most már második éve, hogy ide szórakozni jönnek az emberek. Az, hogy van egy gyógyfürdő, meg van egy strandfürdő, az csak annyiban különbség, hogy vannak szabályok mind a kettőre vonatkozóan, de a család egészében jöjjön ide, és amíg az egyik gyógyul, addig a másik hadd találjon meg mindenféle lehetséges módot arra, hogy jól érezze magát. A programok a strand területén, a gyógykertben és a szabadtéri színpadon folytatódtak. Sportnapot rendez évek óta a Somogyi Erdészeti és Faipari RT dolgozói számára. A hétvégén Marcaliban tartották meg az eseményt. Marcali már másodszor bizonyított. A tucatnyi sportágat kínáló szervezők 450 nevezést kaptak. Itt a 11 erdészetünk dolgozói vesznek részt, több sportágban. A legnépszerűbb sportág természetesen itt is a foci volt. A legtöbb nevezőcsapat is ebbe van, illetve nézőközönséget is ez van legjobban. A Sefagerté vezérigazgatója ezt a napot nagy jelentőségűnek tartja a dolgozók szempontjából. Úgy hiszem, elsősorban nem a győzelemért van, hanem azért, hogy megbeszéljük az éves gondjainkat, problémáinkat. Az erdészetek vezetői azonban itt sem csak a pihenéssel és a szórakozással töltik idejüket. Itt részt vesznek ezen a erdőgazdaság legmagasabb szintű vezetői, tehát nagyon jó alkalom arra, hogy kétoldalú tárgyalások munkáról is folyjanak. A következő két évben a jelenlegi elképzelések szerint Barcsad majd otthont a megye erdészeinek találkozójához. Nagy sikerrel rendezték meg az 5. Nemzetközi Néptánc Fesztivált Pécsett, amelynek záró programjára a hétvégén került sor. Hosszú szünet után ismét pompájában, igazi fesztivál pompájában tündökölhetett az a város, hisz 11 együttes vesz részt ezen a fesztiválon, ebből 7 külföldi. Én azt hiszem, aki rendezett már ilyen fesztivált, az tudja, hogy mit jelent ez. Műsorunk végén nézzük, milyen időre számíthatunk térségünkben a következő 24 órában. Akik ma szenvedtek a melegtől, azok fellélegezhetnek, hidegfront közeledik. Éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem várható, hajnalra 18-20 fok várható. Holnap kezdetben jobbára derült időnk lesz, később záporeső, zivatar, sőt jégeső is várható az erősen megnövekvő felhőzetből. Az északnyugati szél délután megerősödik, viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A Dél-Dunántúli Híradó minden munkatársa nevében is megköszönöm figyelmüket. Hírműsorunk holnap a szokott időben 17 óra 45 perckor jelentkezik ismét. Tartsanak akkor is velünk, a viszontlátásra!